A Dohány nagy és különlegességi áruda képes lap sorozatában az 1910-es években készült szexádi sorozatból eddig 8 fajta ismert. A hónap műtárgya képes lapja a mai Széchenyi utca és Szent István tér sarkán álló hitelbankot ábrázolja. Az épület Garai János szülőháza helyén 1905-ben épült fel Licenti László tervei alapján. 1911-ben vásárolta meg a Tolna megyei takarék és hitelbank. A palota mögött a Garai gimnázium épülete, jobb oldalt pedig a Garai tér sarkán álló egykori csendőrposzt kisbódéja is látható. Mindez önmagában is érdekes lehetne, de a képes lapot még érdekesebbé teszi a másik oldala, ahol Babits Mihály a Szekszárdon született költő üzenete olvasható. Kis csókját és üdvözletét küldi a szekszárdi szőlőhely tetejéről Babits Mihály. Szintén a költő írta a címzést méltóságos Zichy Rafael grófnőnek, Sárszent Mihály. Elméletileg ez egy nagyon felszínes, tulajdonképpen egy udvarias válaszlevél. 1921. júniusában Babits Mihályt és feleségét ez a gróf Zichy Rafaelné elhívta teázásra, és hát nyilván egyfajta ilyen udvarias válaszlevélként is felfogható ez a levél. Egyébként nagyon kevés levelet írt, hosszú időt, 2 hónapot töltöttek egyébként itt Szekszárdon 1921 nyarán. Babits Mihály ekkor kezdte írni, illetve lényegében itt fejezte be a Halálfiai című regényét, amely lényegében Szekszárdról szól, és először 21. októberében részletekben jelent meg, és 1927-ben könyvformájában is napvilágot látott ez a könyv. És a család birtokában lévő előhegyi présházban írta meg, tehát mindenképpen, mivel szekszárdi téma volt, egy szekszárdi millióbe szerette volna megalkotni ezt a könyvét. Gróf Zichy Rafaelné a 20. század első felének ismert irodalmi ambícióival is rendelkező közszereplője volt. Zichy grófné a Magyar Katolikus Nőegyület Országos Szövetségének és az Országos Katolikus Nővédő Egyesületnek volt elnöke. Az 1934-44 között megjelenő Asszonyok, Lányok, Katolikus Nők folyóiratának főszerkesztője volt. Vezető szerepet játszott a nemzeti konzervatív alapokon álló Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége vezetésében is. 1877-ben született Palavicsini Eduardina, vagy Edina néven, és a neve is mutatja, egy arisztokrata családnak a gyermeke volt. 1901-ben ment férhez Zichy Rafael grófhoz, aki Sárszent Mihályon volt birtokos, tehát ez indokolja, hogy miért odaküldte ezt a levelet. 1925-ben viszont hát elég botrányos körülmények között vált el a férjétől. Itt megvádolták, férje vádolta meg, hogy leszbikus kapcsolatban él a korszak neves írónőjével, az egyébként szintén szekszárdi gyökerekkel rendelkező Tormai Cecillel. Több olyan szervezetbe és folyóiratba is vezető tisztséget láttak el mind a ketten, amelyek tulajdonképpen az akkor éppen megerősödő Horthy korszaknak a támaszai voltak. Zichy Rafaelné egyfajta ilyen közvetítői szerepet is játszott el, tehát a korszaknak a kultúrpolitikájába, ugye ez Klebelsberg Kuno időszakára, kultuszminiszterségének időszakára esik, ekkor próbáltak új folyóiratokat indítani, államilag támogatott folyóiratokat, és megpróbálták ebbe, erről van is egy feljegyzése a miniszternek, hogy Babits Mihályt is, akinek nagyon jó katolikus háttere volt, hogy megpróbálták akár szerzőként, akár szerkesztőként hát elhívni ezekhez a új folyóiratokhoz. Napkelet néven indították meg egyébként 1923-ban ezt a nevezett folyóiratot. Nem is véletlen talán a névadás, hiszen a nyugatnak az irodalmi súlyát próbálták valahogy ellensúlyozandó. Azonban nem lett ez egy túl hosszú életű folyóirat, hiszen 1940-ben Tormai Cecil volt ennek a főszerkesztője is, és 1940-ben megszűnt ez a folyóirat. Babits azonban hű maradt elveihez és a nyugathoz. A képes lap formálisan egy udvarias válasz egy nyár elejé vendéglátásra, de sokkal inkább a megszilárdoló Horthy korszak kormánypárti támogatásával rendelkező, újra szerveződő konzervatív keresztény irodalmi élet egy Babits felé irányuló, meghiúsult, tapogatódzó megkeresésének szerény tárgyi bizonyítéka.